az Euroligához, a kontinentális klubszintű csúcstornához Sepsi Szent György büszkeségét a Sepsit kellett saját pályáján, saját közönség előtt legyőzni. A várakozásnak megfelelően egy óriási, fordulatokban sem szűkölködő összecsapás végén a mieink örülhettek, akik a hosszabbításban kerekedtek felül a Sepsi Sicen, és nyerték meg a meccset 63-56-ra. Az erdélyi csapat számára búfelejtő lehetett, hogy a KSC Szekszárddal jó a kapcsolatuk, egymás nyári tornáján többször is részt vettek már. Örvendetes, hogy az extra kategóriába sorolható külföldiek valóban extrán teljesítettek ezen a sordöntő mérkőzésen, és az irányító poszton a rehabilitációjából éppen csak visszatérő irányító Studer Ágnes újfent pont erős vezéregyéniseként dirigálta a csapatot. Amikor egál volt a vége, és én próbáltam teljesen nyugodt maradni, és szinte biztos voltam benne, hogy nyerni fogunk. Azért itt már komolyabb a védekezés azon a szinten, úgyhogy kelleni fognak az extra kosarak, ami védőn keresztül, úgyhogy ez lesz az, amit, és szerintem nálunk megvan az az egy pár játékos, aki ezt tudja hozni, és szerintem ez lesz ugye nagyon fontos, hogy mi is csapatként játszunk, de azért kellenek majd az extra felvállalások is, hogy egy-egy mérkőzést tudjunk nyerni. De a védekezésben meg abszolút a csapat védekezéstől mondani, hogy az lesz a kulcs, hogy sokat segítsünk egymásnak, mert hát ott is azon a szinten lesznek olyan játékosok, akik ugye tényleg világsztárok. Igazából úgy lehet őket megfogni, hogyha sokat segítünk egymásnak a pályán, és nem csak egy-egy ellen védekezünk folyamatosan, hanem besegítünk egymásnak, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudunk fejlődni ebbe a szegmensbe majd az évben, úgyhogy már várom nagyon. Új csapat, új páros kapcsolatok vannak kialakulóban, a játék módján, a taktikán belül ezekkel is igyekszik folyamatosan meglepni a belőlük készülni igyekvő ellenfeleket Gyokics Zsejko, akinek nagy álma teljesült a szűkebb európai elitben való szerepléssel. A legjobban annak örül, hogy fiatal játékosa is azt bizonyították, képesek lehetnek felnőni az Euroliga szintjéhez, amely meccsek páratlan lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy még tovább fejlődjenek. Minden játékosnak, minden szakmai stáb tagjának, mindenkinek, aki dolgozott klubnál, menedzsmentben, utolsó 6 évben, mert biztos az ő munkájuk is van ebben a nagy sikerben, akkor bekerültünk Euroligában, de most, ha bementünk, és komolyan ünnepeltünk meccs előtt, ezzel kell befejezünk ezeket a dolgok. Most kell koncentrálnunk Magyar Bajnokságban, és kell koncentrálnunk, hogy fogunk játszani Euroligát. És nagyon fontos lesz, mikor kikapjunk, hogy fogunk reagálni erre, mert szabad leesni, de nem szabad maradni padon, hanem kell gyorsan felállni, és tovább dolgozni, és tovább karcolni. Erről fog szólni ez a szezon. Hamarosan beindul a szerda-szombat, nem akármilyen igénybevételt jelentő meccsritmus, hagyományos edzések alig lesznek. Utazás, aklimatizálódás, meccsregeneráció, és ugyebár a bajnokságban való jó szereplés is alapelvárás a csapattól. Először rendeztek az elmúlt napokban kettős bajnoki meccset kosárlabdában a szekszárdi városi sportcsarnokban. Összejött ugyanis, hogy a szekszárdi élvonalbeli női csapatot és a testvéri csapatnak is számító atomerőmű Ese egymás után játszott. Miután véget ért a Szekszárd BKG Prima Sziget-Szent Miklós mérkőzés, 103-50-re nyertek Studerék, jött az atomerőmű Ese Szolnok kiegyenlített nagy csatát ígérő klasszikus. A meccs a pirosmezes vendégek fölényét hozta, akik az első és a negyedik zárónegyedben kerültek jelentős fölénybe a paksiakkal szemben. Olyannyira, hogy 23 ponttal nyerték a meccset. Egyébként megmutatkozott a pályán, hogy melyik csapat tart jóval előrébb, melyik maradt a tavalyihoz képest egyben, és melyik az, amelyik abszolút átalakult régiós és részben magyar játékos frontján. Ez utóbbi pedig egyértelműen a változtatások a fiatalítás mellett döntő Ase, amely a Szolnokhoz képest vadonatúj és rutintalan játékosokat is felvonultat. Az új horvát edző Teo Hogy abba már belekapaszkodhat, hogy a középső negyedekben több mint egyenrangú ellenfélként közel kerültek pontokban is a Szolnokhoz. De ez kevés az ilyen meccsek megnyeréséhez. A meccs utáni sajtótájékoztatón újságírói kérdésekre elismerte, a védekezésben nem voltak kellőképpen kemények, agresszívek, és fegyelmezetlenség is gyakran előfordult. Bár megjegyezte, a sok távolról bekapott pont annak is betudható, hogy a szolnoki csapatban többen extrán dobtak ezen a meccsen. Az Ase két vereség után legközelebb Sopronban tesz kísérletet első győzelme megszerzésére az idei bajnokságban.